Hatalmas füves terület, néhány kültéri, régi játék. Ez fogadja jelenleg a Vidacsúcai játszótérre látogatókat jelenleg Kalocsán. Hamarosan azonban itt egy teljesen új, modern játszóteret alakítanak ki, mintegy 40 millió forintból. A forrást a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Biztosítja pályázat útján elnyert összegből. Gondoltunk, hogy szeretnénk ebben a családi övezetben kedveskedni a gyermekeknek és a családoknak, és egy olyan komplex játszóteret szeretnénk nyújtani, ahol tényleg 1-től 14 éves korig mindenki megtalálja a kedvére valót. Egyébként a játszótérnek az egyik legkülönlegesebb eleme, az egy nagy 80 négyzetméteres multifunkciós hajó lesz. Ezzel egy picit kívánjuk felhívni a figyelmet arra is, hogy Kalocsának van egy gyönyörű Dunapartja, és ezek itt a kalocsai embereknek a hétköznapjaiban és a szabadidős tevékenységeikben ugye a hajózás, a halászat és ezzel a általában a hajós turizmussal kapcsolatos tevékenységek, azok egyébként sok családnak a mindennapjainak a része. Úgyhogy ezért is szerettünk volna, hogyha itt egy nagy multifunkciós játékhajó is helyet kap majd ezen a játszótéren. A közeljövőben a város további 7 hasonló területe válik korszerűbbé. 200 millió forintból szeretnénk a következő 3 évben felújítani a kalocsai játszótereket. Ennek az első üteme a Vidacsúcs utcai játszótér, amire a Kalocsai Innovációs Központ jelentkezett munkára. Félvig Géza Kalocsa polgármestere azt mondja, a játszóterek felújítása időszerű volt már. A munkálatok hamarosan megkezdődnek, és várhatóan még a nyáron befejeződnek. Új játszóteret építünk, ezt a Kalocsai Innovációs Nonprofit Kft. Fogja ezt a projektet megvalósítani, pályázati forrást is ők nyerték el, úgyhogy az ő munkájukat dicséri, és nyilván az Innovációs Központ Kft.-nk azért jött létre, hogy itt a Paks 2 fejlesztés, a hídépítés és a Kalocsai térségének a gazdasági fellendítés erősítését ki tudja szolgálni, illetve éljen a lehetőségekkel az itt élő emberek javára, úgyhogy ez már az első eleme ennek.